Jelenleg üres az étterem, de ennek csak a hétfői zárvatartás az oka. Hétvégén szinte telt házzal nyitott a Szindbád kortárs bisztró és kávézó. Ezt megelőzően a színház jegyirodája már elfoglalta helyét az épületben. A közönség gyorsan megszokta az új, könnyebben megközelíthető helyet. Mondhatom, hogy nagyon gyorsan sikerült a közönségünknek az átszokás. Több okból is nagyon vártuk, hogy ez a költözés megtörténjen. Az egyik legfontosabb, hogy a színház közelébe került a jegyiroda. Kapcsolattartás szempontjából is ez fontosabb volt nekünk, illetve talán a nézőinknek sokkal könnyebb a parkolás, tehát hogy egyet szerettek volna venni az Országzászló téren, ott nagyon sokan küzdködtek azzal, hogy nem tudnak leparkolni, itt ez megoldott. Krúdiról köztudott volt, hogy szerette a gasztronómiát, és a családi recepteket előszeretettel meg is osztotta. Erre a gasztrokulturális hagyatékra alapozva, vegyítve a helyi alapanyagokkal indul el a kortárs magyar bisztró. A színház és az étterem üzemeltetői közösen találják ki, hogy milyen programokat szervezzenek. Természetesen szerettük volna a nyíregyházi gyökereket Krúdi Gyulán keresztül megtartani, illetve a színházi vonal a színház szomszédságából adódott. Mindenképpen én azt gondolom egyik fő funkciónak, hogy a színházi előadások után vagy előtt nagyon sokan igénybe fogják venni egy vacsorára, vagy akár egy fröccsre, egy italra beülnek utána. Tehát elsősorban a elegánsabb környezetet tudom elképzelni, de természetesen fiatalokat is vár az étterem. Viszont a kávézó bisztró ott kimondottan street food jellegű ételekkel és a fiatalabb közönségünknek ad majd helyet az a rész, a földszinten is és az emeleten is kialakított helységekből. A színház és a bisztró közös akciókra is készül, hiszen a teraszon helyet kapott egy pódiumszínpad is, ahova előadásokat és koncerteket terveznek.